Sok szeretettel köszöntjük a fenti sorokkal minden kedves ballagó diáktársunkat, osztályfőnökükkel, iskolánk igazgatónőjét, tanárainkat, a kedves szülőket, nagyszülőket. Mindenkit, aki jelenlétével megtiszteli ballagási ünnepségünket. Ünnepi műsorunk kezdeteként énekeljük el közösen a himnuszt. Szólok most, akik itt maradnak. Nem egyszer éltük át azt a pillanatot, amikor a ballagó nyolcadikosok utoljára bejöttek a tantermünkbe. Nem is gondoltuk, milyen hamar álljon az idő, és most ti, jövőre pedig már mi leszünk a ballagók. Hosszú időt töltöttünk el együtt iskolánkban. Ez alatt az egymással néha kakaskodó, versengő kisgyerekekből önmagunkat kereső ifjakká váltunk. Társakkal, barátokká csiszoltak bennünket a közös élmények. Az iskolai versenyeken egymás ellen küzdöttünk, de lélekkel harcoltunk akkor, amikor iskolánkat, szülővárosunkat képviseltük egy csapatban. Sok dicsőséget szereztetek iskolánknak az elmúlt években a városi, megyei és országos versenyeken. Ezzel feladtátok a leckét az itt maradóknak. Szeretnénk követni benneteket. Ünnep van ma, a ti ünnepeteket. Bennetek köszönt az iskola, s hagyományaink szerint a ti tiszteletetekre öltözött virágruhába. Így búcsúzunk tőletek. És emlékezve a vándordiákokra, tarifnyát akasztottunk a nyakatokba, hiszen hosszú útra indultok. Tudást, tapasztalatot gyűjteni, hogy felnőtté válhassatok. Bárhová is kerültök, ne feledjétek, az első lépéseket itt tettétek meg a tudás felé vezető úton. Őrizzétek meg iskolánk emlékét, mint ahogy az iskola is emlékezik rátok. Neveteket, képeiteket, munkáitokat e falak őrzik, s ha majd felnőtt fejjel gyermekkori emlékeitek után kutattok, így sok mindenre rábukkantok. E díszbe öltözött iskola emléke kísérjen benneteket szétváló útjaitokon. Babics Mihály szavaival búcsúzom. Minden embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni, szájam is külön, minnyájatoknak egyenként külön. A titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy.
A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, és fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínosztak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, és dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezet, segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel, szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, de úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek. Vége. Ahol az ember egyszer gyökeret eresztett, ahonnan legmélyebb önmaga származik, ott mindig otthonra talál. Kitűnővé, egy szerencsés perc által is válhatunk, ha hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek, írja Kemény Zsigmond. A fáradtságos életre, életetek zajló patakjára, a mindennapokra, örömökre, bánatokra, eredményekre szóló emlékezésre, tisztelettel kérjük fel iskolánk igazgatónőjét, Kovács Éva igazgatóasszonyt. Tisztelt szülők, vendégeink, kedves Ballabó nyolcadikosok! Szeretettel köszöntök mindenkit iskolánk egyik legszebb ünnepén, a ballagáson. Örülök, hogy az elmúlt két év nehézségei után újra a megszokott formában tudunk ünnepelni. Kedves gyerekek, repül az idő. Mintha csak most lett volna 2014. szeptember 1-e, az a nap, amikor kis elsősökként először léptetek át az iskola kapuján. Akkori tanítóitok, Domjáné Molnár Erika, Szegedi Melinda, Németh Zsoltné, Dékány Zoltánné, Videmilia, Medicsné Kozma Ildikó és Balogné Konkói Beatrix a legnagyobb és legszebb dologra vállalkoztak. Megtanítottak benneteket az olvasásra, írásra,
számolásra, gondolkodásra, az alapvető iskolai szokásokra. Köszönöm áldozatos munkájukat. Ugyancsak köszönet illeti azokat a kollégáimat is, akik 5. osztályban mindezt folytatták. Külön elismerésemet fejezem ki az osztályfőnököknek, Tudkovicsné Kardos Nórának, Szőkéné Kapel Valériának és Kozma Andreának. Olyan értékeket kaptatok tőlük, amelyekre építkezni lehet a további tanulmányaitok során is. Ha rátok nézek, látom a közös munka eredményét. A 8 év alatt, amelyek a megilletődött elsős kisdiákokból rutinos petőfisekké váltatok, akiknek határozott céljaik vannak, és tudják, mit kell tenni ahhoz, hogy ezek meg is valósuljanak. Nehéz volna felsorolni azt a sok eredményt, amit a 8 év során elértetek a tanulmányi és sportversenyeken. Az idén minden várakozásunkat felülmúlva rengeteg kiemelkedő eredménnyel ajándékoztátok meg a Petőfis közösséget. Hogy csak a legrangosabbakat említsem, és először az angol és német nyelvi eredményeket sorolom, a Liszt iskola fordító versenyén megyei 8. helyezést ért el Bújdosó Izabel, 3. helyezést Hajós Dávid, és 1. helyezést Horváth Luca. A városi Szabó Katalin emlékversenyen 1. helyzet lett a Böcskei Csongor Farkas Attila Farkas Olivér összetételű csapat. Az Adi iskola idegen nyelvi csapat versenyén 2. helyzet lett Horváth Luca és Markó Sarolt, 1. helyzet pedig Varga Réka és Vendég Réka. Tapsoljuk meg a nyelvi eredményeket elért tanulóknak. Matematikából egészen kitűnő eredményeket értek el tanulóink. A Varga Tamás Matematika verseny megyei fordulóján 5. helyzet lett Pálfi Mihály, 3. helyzet Farkas Attila. Attila ezzel az eredménnyel képviselhette iskolánkat az országos döntőn is. Az Zrínyi Luna Matematika versenyen megyei 5. helyezést ért el egyéniben Pálfi Mihály, és megyei 3. helyezést a Pálfi Mihály Farkas Attila Böcskei Csongor alkotta csapat. A megyei matematika versenyen 1. helyezett lett Farkas Attila. Egy nagy tapsot ők is megérdemelnek. És most jöjjenek a kiváló sporteredmények. A kosárlabda diákolimpia országos elődöntőjében és a B33-as megyei diákolimpián is bronzérmet szerzett a Varga Réka, Vendég Réka, Szakonyi Nagyvirág, Bartáki Panka alkotta csapat. Az országos döntőre ma indulnak, szorítunk nekik a hétvégén is. Atlétikában is rengeteg szép eredmény született. A mezei futódiákolimpián országos 10. helyzet lett lánycsapatunk. Az atlétika diákolimpián a városi 1. helyezés után a megyei versenyen 3. lettek a lányok. A csapat tagjai Szakonyi Nagyvirág, Bartáki Panka, Csalló Jázmin, Szabó Vanda, Markó Sarolt és Németh Nauszika. A fiúk Lákovics Márk, Somlói Orbán Benedek, Kis Dávid, Farkas Olivér, Farkas Attila, Antal Gergő. A városi diákolimpiai 1. helyezés után a megyei versenyen a 4x100 méteres váltóban is megszerezték az 1. helyet. Egyéniben Lákovics Márk magas és távolugrásban is 1. lett, és tagja volt a váltófutó magyar bajnokságon 2. helyezést elért csapatnak is. Sportolóinknak is jár a taps, azt hiszem. A tegnapi nap nagy izgalommal telt. Megérkeztek tanulóink nyelvvizsga eredményei. Örömmel számolok be arról, hogy közületek 20 tanuló tett sikeres nyelvvizsgát, teljesítve ezzel már most a felsőoktatásba lépés és diplomaszerzés követelményét. Külön örömünkre szolgál, hogy 2-en C1-es, azaz felsőfokú nyelvvizsgát tettek, illetve annak is nagyon örülünk, hogy a B2-es középfokú nyelvvizsgát szerzettek közül 3-an nem a 2 tanítási nyelvű képzésünkre, hanem a heti 5, illetve 3 órás nyelvi csoportokba jártak. Nagyon büszkék vagyunk rátok. Kérem, hogy egy tapsra gyertek ide a színpadra. Olvasom a neveket. Albrecht Noémi, Böcskei Csongor, Bújdosó Izabel, Busa Laura Berta, Farkas Attila Tibor, Farkas Olivér, Gróf Hanna, Kozbor Karolina, Konrád Bíborka, Kutak Zsófia, Maráci Ádám, Mihály Luca, Molnár Emese,
Montág Anna, Nagy Gábor, Pálfi Mihály, Sári József, Tóth Vanda, Vörös Kamilla és Vörös Zsombor. Egy nagy tapsot kérek a nyelvvizsgát szervezett tanulóinknak. Kedves gyerekek! Fontosak az eredmények, de emellett mindig legalább olyan fontosnak tartottuk, hogy becsületes, elfogadó, együttműködni tudó, jó emberekké váljatok. Kollégáimmal együtt próbáltunk megtenni mindent ezért, és ha visszagondolok a személyes beszélgetésekre, megnyilvánulásaitokra, úgy érzem, jó úton haladtok. Kívánom, hogy az itt megkezdett utatokat sikerek kísérjék a jövőben is. Idézzétek fel az osztálykirándulások, diáknapok, vidám együttlétek emlékét. Éltessétek tovább az osztályközösségeket. Személyes találkozásokra is kerítsetek sort. Legyen időtök a Petőfi iskolában kialakult barátságok ápolására. A ballagás napja az elköszönés mellett a dicséretek, jutalmazások ideje is. Büszke lehet szülő, tanuló, pedagógus egyaránt arra a komoly teljesítményre, amelyért a megérdemelt jutalmakat most adjuk át. Szép hagyomány iskolánkban, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményt elért tanulónak Petőfi emlékplakettet adunk át a ballagási ünnepélyen. Az idén a sok szép tanulmányi eredmény miatt három tanulónk is részesült e kitüntetésben. Horváth Luca a 8 éven keresztül elért kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiemelkedő közösségi munkájáért a 2022. évben a Petőfi emlékplakett méltó tulajdonosa lett. Pálfi Mihály kitűnő tanulmányi eredményért, közösségi munkájáért, valamint versenyeredményeiért a 2022. évben a Petőfi emlékplakett méltó tulajdonosa lett. Farkas Attila Tibor kiemelkedő tanulmányaiért, közösségi munkájáért, valamint versenyeredményéért a 2022. évben a Petőfi emlékplakett méltó tulajdonosa lett. Az év Petőfi sportolója címet is mindig ilyenkor ünnepélyes keretek között adjuk át. Az idén ezt a címet két tanulónk is kiérdemelte. Szafonyi Nagy Virág kimagasló sporteredményeiért a 2022. évben kiérdemelte az év Petőfi sportolója címet. Rákovics Márk kimagasló sporteredményeiért a 2022. évben kiérdemelte az év sportolója címet.
További jutalmakat vehetnek át a következő tanulóink, Böcskei Csongor, a 8 éven keresztül elért kitűnő tanulmányi eredményeiért kap könyvjutalmat. Nagy Gábor a 8 éven keresztül elért kitűnő tanulmányi eredményeiért. Sári József az angol nyelvtanulása során tanúsított kitartó szorgalmáért és példamutató magatartásáért is. Vörös Zsombor Ferenc kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért. Varga Réka jeles tanulmányi eredményért és kimagasló sport eredményeiért. Vendég Réka kiemelkedő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi munkájáért és kimagasló sport eredményeiért. Maráci Ádám András az angol nyelvtanulása során tanúsított kitűnő szorgalmáért. Szabó Elena Mária közösségi munkájáért. Mihály Luca a diák önkormányzati tevékenységéért. Kedves szülők, a köszönet hangján szólok önökhöz. Önökhöz, akikkel közösen kerestük és talán állíthatom, meg is találtuk a legféltettebb kincs, a gyermek fejlődésének útját. Együttműködésben önök otthon, mint az iskolában közvetítettük a gyerekeknek azokat az értékeket, amelyek jövőbeni életükben meghatározóak, nélkülözhetetlenek lesznek.
Köszönöm a digitális oktatás során tanúsított türelmüket, segítségüket, az iskolai vagy osztályprogramokhoz nyújtott anyagi vagy személyes támogatást, melyel hozzájárultak a közös sikerhez. Külön szeretném megköszönni dr. Józsa Juditnak, a szülői szervezet vezetőjének és a Kincskereső Alapítvány kuratóriumi elnökének iskolán közösségért végzett áldozatos munkáját, és átadni részére a Petőfi emlékplakettet. Továbbá szeretném megköszönni a szülői munkaközösségek képviselőjének azt a támogatást, amit az évek során tőlük kaptunk. Vég Krisztinának, és Sáriné Gángó Andreának. Kedves végzős nyolcadikosok! Örülök neki, hogy utolsó tanéveteket a megszépült, korszerűbbé vált iskolánkban tölthettétek, és még élvezhettétek a megújult udvar nyújtotta lehetőségeket is. Remélem, hogy a szép emlékek visszahoznak benneteket iskolánkba. Arra biztatlak benneteket, hogy látogassatok vissza hozzánk, számoljatok be a középiskolai élményeitekről, életetek alakulásáról. Pár nap múlva beiratkoztok a választott középiskolába, ezzel új korszakot kezdtek életetekben. Vigyétek magatokkal a Petőfi iskola emlékét, hagyományait, és a társaitok emléke mellett nevelőitek emlékét is, hiszen mi is szeretettel fogunk emlékezni rátok. Mindig legyetek büszkék arra, hogy petőfisek voltatok. Albert Einstein szavaival búcsúzom tőletek. Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget. A hangzavarban a harmónia. A nehézségek között mindig ott van a lehetőség. A Ballagó 8. évfolyam nevében Gróf Hanna 8. E-osztályos tanuló búcsúzik. Vendég Réka 8. B-osztályos tanuló, Losonci Léna vagyok című versét, Horváth Dominik 8. C-osztályos tanuló, pedig Reményik Sándor egyik legszebb költeményét adja elő. Osztályfőnöküktől Horváth Luca, Szabó Elena és Mihály Luca búcsúzik. Kedves tanítóink, tanáraink! Önöknek mondok köszönetet magam és társaim nevében. Önök fogtak kézen bennünket, és megtanították, hogyan kell a padban ülni és figyelni. Türelemmel vezettek minket az új ismeretek tárházába. Így merítettünk mind többet a tudás kútjából, és közben magunk is felcseperedtünk. Már nem a félénk, hanem olykor féktelen gyermek kezét kellett fogniuk, és ezért sokszor köszönet helyett várándítást, szájhúzogatást kaptak tőlünk. Maradjon meg emlékezetünkben mégis a sok szép pillanat, a tanórák, a kirándulások, a versenyek izgalmai élmények.
Köszönünk ezernyi apró mozdulatot, mosolyt, válveregetést, amelyek nélkül nem állhatnánk most itt. Kedves szüleim! Köszönjük nektek a szeretetet, amelyel születésünk óta elhalmoztok bennünket. Kisgyerekként dédelgettetek minket, első lépéseinknél óvó, féltő büszkeséggel néztetek. Köszönöm, hogy megértettetek, segítettetek, törődtetek velem, velünk. Meghálálni sok jót, egy élet kevés lesz, már látom. Az elmúlt néhány évben rengeteget tanultunk, és nem csak a könyvekből való tanulásra vonatkozik, sokat lestünk el a felnőttektől, az élet dolgairól. Nagy erőpróba áll előttünk, melyben szükségünk lesz szüleink, rokonaink, tanáraink, barátaink megértésére. Kellenek még a tanácsok, a szeretet, a figyelmeztetés, ha néha talán nem is örülünk neki. Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem. Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem. Erős leszek, mert oly sok a szenvedés. Merész leszek, mert annak kell lennem. Barátja leszek mindenkinek, ellenségnek, társadalomnak. Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot. Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet. Felnézek és nevetek, és szeretek, és magasba emelek. Egyszer újra eljövök hozzád, drága iskolám, viszontlátásra! Losonci Léna vagyok. Vagyok a semmi és a minden. Vagyok az út, tűz, vagyok a víz, vagyok az út, mely célba visz. Vagyok áldozat és az oltár, vagyok az átok és a zsoltár. Vagyok a bölcs, a hegyorom, vagyok a hó és a korom. Vagyok az érzés és az érzet, vagyok a szülő és a gyermek. Vagyok a gyáva és a bátor, vagyok a trónus és a zsámon. Vagyok az öröm és a bánat, vagyok a gőg és az alázat. Vagyok a fény, vagyok az árnyék, vagyok tér és időhatár még. Vagyok a látszat és a lényeg, vagyok az anyag és a lélek. Vagyok a halál és az élet, vagyok az ember, érted? Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk, az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, a szürke por belepte. A csöndtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, melyet kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, kemény rögtön, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv, igaz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen vagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom néktek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Kedves osztályfőnökeink, fogadják hálánk, megbecsülésünk, tiszteletünk és szeretetünk jeléül e néhány kedves sor. Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaittól. Írta Carl William Bühner. Kedves Vani néni, a 8. B-osztály nevében búcsúzom Öntől, akikkel soha nem volt könnyű, akik mindig túl kreatívak voltak, főleg, ha valami kópéságról volt szó. Ebben a 4 évben soha nem könnyítettük meg a dolgát. De, ezt biztosan ön is így látja, nagyon szerethető és értelmes osztály voltunk. Külön köszönettel tartozunk pótosztályfőnökünknek, Laci bácsinak, aki mindig saját osztályaként kezelt minket, aki mindig szakított ránk időt, ha hozzáfordultunk gondjainkkal, örömeinkkel. Szeretnék köszönetet mondani az osztály nevében Vali néninek, aki áldozatos munkájával és fáradozásával mindig értünk dolgozott. Mindvégig kiállt mellettünk, megvédett minket, ha kellett,
már pedig elég sokszor kellett. Mindig ott volt, ha elakadtunk a tanulásban, meg az életünk fesztőiben. Soha nem tudjuk meghálálni azt a sok jót, amit öntől kaptunk. A búcsú és a köszönet szavait egy Netflix sorozat karakterének gondolatával zárom. Ma véget ér valami, de ez következő életed első napja. A 8. C osztály nevében szeretnék elköszönni Kozm Andrea tanárnőtől. Kedves Andi néni, a mai nap más, mint a többi, hiszen eljött a búcsú ideje. Szeretnénk megköszönni az elmúlt 4 évet és ez idő alatt történt szép dolgokat. A kirándulásokat, a sok jó tanácsot, szeretetet, kedvességet. Nem voltunk egyszerű osztály, párszor mondta is. Ilyen osztályom még sosem volt és lehet nem is lesz. Ezt nem csak akkor mondta, ha rosszaságon törtük a fejünket, hanem akkor is, ha szívből szóló meglepetéseket okoztunk. Most elballagunk, de rengeteg boldog és felejthetetlen pillanatot hagyunk itt. Az első napot, amikor találkozott velünk, a farsangokat, karácsonyi ünnepségeket, osztálybulikat és ezt a napot, a búcsú napját. Amíg lehet, emlékezni fogunk arra a szeretetre és biztatásra, amit öntől kaptunk. Bár lehet sosem mondtuk, mindig is szerettük és tiszteltük magát Andi néni. Ezért büszkék vagyunk, hogy ön lehetett az osztályfőnökünk. Köszönjük az elmúlt 4 évben a segítségét és szeretetét. Kedves Nóra néni, magam és az egész 8. osztály, valamint szüleink nevében búcsúzom most Nóra nénitől, aki 4 éven át osztályfőnökünk volt, mindenben segített és támogatott minket. Végignézte, ahogy megnőttünk, és szárnyaink próbálgatása közben számtalan csintalanságot követtünk el, próbára téve ezzel iskolák nevelőtestületének türelmét. Eközben Nóra néni türelemmel próbált minket a helyes útra terelni, olyan értékeket adni nekünk, melyeknek a nagybetűs életben majd hasznát vesszük. Megtanított minket a magyar nyelv és kultúra, valamint a zene szeretetére, az olvasás és a tanulás fontosságára, arra a nagy igazságra, hogy magunknak tanulunk, és hogy az életben kitartó tanulás és munka által juthatunk előbbre. Életünk első nagy próbatételein, mint a felvételi és a nyelvvizsga, túl vagyunk, már értjük a tanulással kapcsolatos intelmek lényegét. Nóra néninek még egyszer köszönjük a sok segítséget, támogatást, további munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk! Utolsó nap vagyunk mi az iskolába, elcsendesül minden, nem lesz többé lárma. Vége a tanévnek, mi hazaindulunk, nem, így nem mehetünk, előbb búcsúzkodjunk. Kedves Nóra néni, most magához fordulok, kissé meghatódva öntől búcsúzok. 4 hosszú éven át küzdött ön velünk, hogy okos és művelt emberek legyünk. Mint jó osztályfőnökünk, fogta a kezünk, hogy a tudás útjáról soha le ne térjünk. A jóra tanított, a rossztól pedig intett, és eközben is mindig ember számba vett. Most itt hagyjuk magát, ez nekünk nagyon fáj. A sors messze sodor, de szívünk visszajár. Visszajövünk néha látogatóba, és megmutatjuk, munkája nem volt hiába. Köszönetet mondok most Nóra néninek, aki az osztálynak mindig lelkesen segített. Bárhová is visszutunk, mi büszkén vállaljuk, hogy a Petőfi iskola diák. Osztályos tanuló képviselőit vegyék át iskolánk zászlaját a végzősöktől. Kedves 7. osztályosok, most átadjuk nektek iskolánk zászlaját. Kívánjuk, hogy tetteitekkel, cselekedeteitekkel szerezzetek méltó új érdemeket iskolánknak. Legyetek mindig vidámak, törekvőek és jó lelkűek egymáshoz. Megígérjük, hogy megőrizzük az együtt eltöltött évek emlékeit, és jó szívvel térünk mindig vissza hozzátok.
Fény vagy te is, lobogj hát, melegíts és éges. Hinned kell, hogy a világ te veled is éges. Napfényre vágyó sápat világ, tél visszatért, mint a bántó hibák, könyv vár. Az egész órát úgy betöltöd, hogy benne érték 60 percnyi van, minden kincsével bírod ezt a földet, és ami még több, ember vagy fia. A hajtók között elbújt a bolt, az ég szomjadól. Lehet, hogy gyenge még a hangunk, lehet, hogy léptünk még bizonytalan. De indulunk a szépet, a jót akarjuk, érezzük, hogy hitünknek szárnya van. Szíved ég a lóra váltanám, tégy ma esküdt rám. A szeretet újjegyünk ad minden nap, sorsod is csak tűned változhat. Senki nincs ki álmod áthoznám, tégy ma esküdt rám. Thank you.
Most Bálagó 8-asaink szeretnének egy kis emlékkel elköszönni tanítóiktól és tanáraiktól. Most együtt bontsuk fel. Számlátunk sem beszélhetjük el, most mégis rejtsük el. S mint szelíd kéz a lázas gyermek forró hondokán, mint rossz álom, ha felriaszt, és oda bújsz hozzám, olyan jó, de mond, hány perc az ünnep? Oh, mond meg, itt van. A béken nehogy végleg elfelejt, üzen, hogy létezik. Mondd meg lebeg, ha átnyújtom neked az ünnep perceit. Csak félre dobcsolt csengetés, ha drága hangot válsz, vagy régi zsebben maradt pénz, mit szűk napon találsz. Mit ér az ünnep? Ó, mondd meg, ki voltam még gyermekként, hogy néz most el. Thank you.
Attila, nem tudod, hogy a Kovács jelben? Nem tudom. Jézusom, de csupás!